Érdekes lesz. Egy újabb déjà vu. Megint korai buliába megyünk. Jól kezdődött minden, aztán szörnyű véget ért. Elég sok ilyen közös napunk volt. Sok minden megváltozott. Igen. Ezt be kell venned. Jó estét. Neked is. Minden rendben. Isten hozott. Emir bent van? Igen, itt van. Mehmed, gyere be! Jobbulást. Kösz, és neked is. Jól vagy? Persze, semmiség. Kérsz valamit inni? Csináljak neked egy teát? Nem, kösz. Nem ülsz le? Nem maradok. Csak lenne egy kérdésem. Az állásomról. Mármint, hogy maradunk? Még én sem tudom. Majd felhívlak. Addig pihent ki magad. Akkor várom a hívásodat. Jó éjszakát. Háló, Ison asszony. Emir a fürdőben. Fáj valamit? Nem, semmi. Kinyitod a csomagtartót? Most sem fáj. Jól vagyok. Nem vagyunk messze. Szóval Hande hívott meg? Igen. Máshogy nem tudnám veled tölteni a szülinapodat. Úgyhogy itt vagyok, még ha nem is hívtál meg. Tényleg nagyon élvezett Hande. Alig várod, hogy végre elkezdődjön a játszma. Nem sietek sehova. Hosszú játszma lesz. Ez valami rossz vicc? Na, erre én sem számítottam. De jó, még Leventúr is velünk lesz. Korály, fordulj meg, megyünk! Na, mi lesz már? Maradunk. Bemegyünk és ünneplünk.
van. Mind itt vagytok. Menjünk és kezdődjön az ünneplés. Gyertek! Úgy tudom, buli lesz. Itt vagyok. Van még más meglepetésed is, Hande? Nem én hívtam. Félreértés történt. Mindegy. Boldog születésnapot. Köszönöm. Nagy a ház. Régi barátoknak mindig jut egy kis hely. Talán Edge csak köszönni ugrott be. A te nyaralódba? Hát én vagyok a szülinapos. Gyere be, Edge. Tűnik, mindenkinek készültek meglepetéssel. Elkérem Koráj kocsiját, és megyünk. Nem, itt maradunk. Feria, Edge-től függetlenül ez nem lesz jó társaság. Sok okunk lenne lelépni, ugye? Mindig van okunk menekülni. Nekem semmi okom elmenni innen, ha neked sincsen. Akkor menjünk. Talán van még meglepetés. Tessék, ezt szántam a ti szobátoknak. Ha szeretnétek, alhattok máshol is. De ez itt a legkényelmesebb ágy. Jó lesz, ugye, Gülszüm? Igen, nagyon csinos. Oké, élvezzétek. Ha van még meglepetés, most szól. Edge miattad jött ide. Nem én hívtam meg. Jól kiszúrtál Feriáikkal. Ez most komoly. Te teszed tönkre állandóan mások életét. Edge-t nem én hívtam ide. Kicsit sem érdekel. A többi vendéget sokkal jobban zavar. Megmutatom a szobátokat. A lenti lesz a tiétek, hogy ne kelljen lépcsőzni. Feria, Edge-t nem én hívtam. Gyerünk, menjünk a szobánkba. A mi szobánkba? Mire számított? Nem vagyunk gyerekek. Te még mindig itt vagy? Ugyan már, Hande. Nem én vagyok Emir felesége. Őt piszkáld. Túlléptünk rajtad. Már nem tartozol közénk. Nem hiányzol innen. Nem tudom, ki hívott meg, vagy hogy magadtól tervezted-e így. De senki sem segít rajtad, ha maradsz. Érted? El akartam jönni, hát itt vagyok. Ha majd máshol akarok lenni, akkor szépen elmegyek. Gyere! Menjünk a szobánkba. Már hozzászoktam, hogy mindenhol én vagyok a hivatlan vendég. Hozom a gyógyszeret, be kell venned. Emir, tényleg csak azért jöttem ide, hogy Handét idegesítsem. De mindjárt elmegyek, nyugi. Előbb beszélnünk kell.
Olyan volt ez a munka, mint egy nyeremény. Gyorsan jött és gyorsan ment. Találok más állást, ne aggódj. Nem mondhatsz fel. Emir, Issan úr maga rúgott ki. Én meg azt mondom, hogy velünk maradsz. Issan úrral ezt majd megbeszélem. Megmentettél, szóval tartozom neked? Nem vagyok ennyire arrogáns, Edge. Emir, miért akarod, hogy veled dolgozzak? Egy gyáva bajkeverő miatt. Csak úgy felmondanál. Ez hatalmas hiba. Engem lőtt meg. Ez az én felelősségem. Ha kirúgnak, akkor engem is. Adsz egy kis időt, hogy átgondoljam? Min kell gondolkodni? A gyógyszer. Munkáról van szó? Mi ez a csend? A férjed egy igazi hős, Feria. Munkát próbál szerezni nekem. Hát igen, Emir már csak ilyen. A bátyámnak is ő szerzett munkát.